Kozármisányban tartják a megyei U15-ös futszal egyik csoport mérkőzéseinek a döntőit. Kása Krisztián Péter a PVSK U15-ös játékosa. Csak futszal, vagy azért játszol nagy pályán is? Igen, játszok nagy pályán is. Már 2,5 éve vagyok a pécsi vasúti sportkörbe, és nagy megtiszteltetés, hogy itt is részt vehetek a futszalba. Melyik áll hozzád közelebb, a nagy pályás vagy a futszal? Inkább a futszal, de nagy pályán is szeretek játszani. És miért áll közelebb hozzád a futszal? Kevesebbet kell futni? Igen, de inkább technikással vagyok, és úgy jobb pályán, kis pályán játszani. Mennyire könnyű társakat toborozni a futszalhoz? Mennyire népszerű ez most a ti korosztályotok körében? Elég népszerű ez a futszal, de nem sokan szeretnek inkább idejönni, inkább nagy pályán próbálnák ki ezt a focit. Hetente hányszor van edzés, és ebből hány futszal van? Háromszor van edzés, és talán kiszoktunk menni egyszer-kétszer terembe futszalozni. Szia, Zsolt, a bújé U15-ös futszal csapat edzője. Valamikor te még nagy pályán futballoztál, gondolom, annak idején is belefért a kispálya. Mennyiben más edzőként a nagypálya és a kispálya? Mennyire kell ebbe a korosztályba, a 15 éves korosztályba erre hangsúlyt helyezni? Hát igen, nagy pályán nagyon sokat töltöttem el bolyba, MB3-ba, a megyébe is bajnokságot tudtunk nyerni. 6 éve foglalkozok fiatal gyerekekkel, több korosztálynál bolyba. Az U15-nél idén kezdtük el a futszált. Az az igazság, hogy gyöt szombaton tudtunk bemenni a terembe, akkor tudtuk átvenni a szabályokat, illetve akkor kezdtük el ezt a dolgot. Úgy gondolom, hogy itt ezen a szinten nagyon jó összeállt, nagyon jó képességű játékosok vannak, és nagyon jól játsszák a terembe a futszál játékot. Vonzó a gyerekeknek a futszál, hiszen mondjuk én időben jobb terembe játszani. Természetesen én úgy gondolom, hogy vonzó. Egy nagyon szép játék, ugye nincsenek olyan szinten fautok, tehát ez már egy nagy előny a játékba. Én azt mondom, hogy nagyon szép játék, tisztában lehet játszani, és nagyon szép kombinatív játékot lehet játszani a futszálban. Jönnek is a gyerekek futszálozni? Hát igen, nálunk ugye elindult most ez a korosztály, de ez hozzácsatolható, hogy lesz egy csarnok bolyba, ami egy ilyen gumi ajzattal készül, és ott 17-es korosztályban, illetve a 19-es korosztályban is el fogunk indulni futszálbajnokságban. Egyről maradva az U15-nél, és hát egy picit szélesítve a kört, a Baranya megyei igazgatóság elég sokat igyekszik verseny lehetőséget teremteni a gyerekeknek, nyilván nagypályától futszalon elkezdve mindenhol. Mennyire tudják ezt kihasználni, mennyire lehet ezt kihasználni? Hát én úgy gondolom, hogy maximálisan ki lehet használni, főleg, hogy egyre több műfüves pálya is van, ugye kinti létszámban is nagyon szép csapatok jönnek össze hétvégente, illetve a termekbe is. Én úgy gondolom, hogy ennél többet kéne még tornákat szervezni minden korosztálynak, és akkor úgy gondolom, hogy talán a fejlődés is nagyobb ütembe tudna fejlődni a gyerekeknél. Így most az év 52 hétvégéből körülbelül mennyi hétvége az, amennyire van kötve? Hát nálunk ugye nagyon sok, főleg így, hogy vannak olyan korosztályok, hogy lányok is bekerültek, szerintem minden hétvége, illetve a nyári szünet meg a téli szünet, ezek a holt időszakok, amik kimaradnak, de azon kívül szerintem ki vannak töltve a hétvégék.